így fog majd kinézni az ablak párkány. Ilyen 3-4 mm esése lesz az ablak párkánynak, hogy a víz lefolyjon a párkányról. Előtte nyílegyenesre meg szoktam csíszolni a gyapott tetejét, és ahhoz, hogy egy jó és egy minőségi munkát végezzek, ezt a hosszú 4 méteres húzólécet szoktam alkalmazni. Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Az iskola leszigetelésének második része következik. És ebben a videóban azt szeretném nektek megmutatni, vagy bemutatni jobban mondva, hogy hogy kell a kőzetgyapottat helyesen rögzíteni, és milyen tényezőkre figyeljünk oda. Mutatom a munka folyamatát. Az iskolának ezt az oldalát kőzetgyapottal fogjuk leszigetelni. Majd lehet látni, egy szép és minőségi munkát végeztem. A kőzetgyapott rögzítésénél arra kell odafigyelni, hogy a lapok között ne maradjon nagy hézag vagy fuga, mivel hogy ezeket a hézagokat nem szabad kitölteni púrhabbal, mert a púrhab ugyebár nem tűzálló, és így az adott falunk ugyebár vagy a szigetelésünk nem lesz tűzálló, tehát erre nagyon oda kell figyelni. A másik tényező pedig az, hogy mindig úgy próbáljuk rögzíteni a kőzetgyapott lapokat, hogy a falunk vagy a szigetelésünk ne legyen farkasfogas, mert kőzetgyapottat ugyebár nem szabad csíszolni. Így néz ki a munka. Ide fogok majd rögzíteni egy ablakpárkány lemezt, és ha jól lehet látni, a gyapottat nyílegyenesre vágtam le, és egy 4 méteres húzóléc után csíszoltam le a gyapottnak a tetejét. Így el fogom azt kerülni, hogy az alumínium ablakpárkány, amit ide fogok rögzíteni, hullámos legyen. Ezek a fejlemények, így jött ki a fal 4 méteres léc után. Lehet látni, hogy majdnem tökéletes. És egy elég jó és minőségi munkát végzek, vagy végzünk jobban mondva. Na most egy-két szót említsek meg erről a kezdő profil műanyag élvédőről. Egy fontos tényezőre kell odafigyelni, az pedig az, hogy ahol találkozik a két élvédő, mindig kell rögzíteni egy 15-20 centis hosszú műanyag hálót, hogy ilyen tájon ugyebár elkerüljük azt, hogy kirepedjen a falunk műszálas hálót. Rengeteg szakembert láttam, aki ráengedi a műanyag élvédőre, erre a kezdő műanyag élvédőre a hálót, amikor hálózza a falat. És az szokott történni, hogy a háló körülbelül idáig fog leérni, és ilyen tájon ugyebár falnak az alja mindig kireped. Ilyet szerettem volna mondani, fejleményekkel a következő vlog videóban. Szép napot, sziasztok!